A pozsonyi csata emlékére szobrot állítottak Farádon. A 907-ben lezajlott csata emlékére Árpád vezért ábrázoló faforogást adtak át a község főterén. A rendezvényen Széles Sándor kormány megbízott mondott ünnepi beszédet. Dekrétum, ugros elmiandos esse, rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. Így hangzott az akkor még csak 14 éves negyedik Ludwig, negyedik gyermek Lajos kiáltványa. Ez volt az Árpád fejedelem számára küldött üzenet. Százezres sereggel és öntelten legyőzhetetlenségének biztos tudatában vonult fel ellenünk Nagy Károly frank uralkodó. Nem volt véletlen e nagy hadikészültség, hiszen az akkori németség nagyon jól látta, hogy érdekeit mennyire veszélyezteti, ha egy ilyen jelentős katonai erőt képviselő nép gyökeret ver a Kárpát-medencében, mint Árpád népe. Meglepetésükre azonban a Kárpát-medence frissen rendeződött magyarsága iszonyú csapással vágott vissza. A 907-es esztendő áldás havának, ami július 4-e és 7. napáig tartott pozsonyi csatában, a támadó németek vesztesége jellemzően annyira súlyos volt, hogy több mint 100 esztendeig tartózkodtak mindenféle magyar ellenes hadmozdulattól. Tisztelt polgármester úr, művész úr, hölgyeim és uraim! Azon dicső alkalomból gyűltünk itt össze, hogy megemlékezzünk a pozsonyi csatáról, mely diadal emlékére Farádon röngszobor állítatik. Joggal lehetnek önök büszkék, Farád polgárai, hiszen ez több okból is nagy dolog. Egyrészt már az is nagy dolog, hogy egyáltalán itt közösen emlékezünk a pozsonyi csatára. Vannak ugyanis történelmünkben sajnálatos módon elhanyagolt és kevéssé megbecsült, illetve alig hangsúlyozott események, amelyek azonban a saját korszakukban nagyon nagy jelentőséggel bírtak. Ilyen mellőző történésnek tekinthető a több mint 1100 évvel ezelőtt, 907. július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csata is. Miként arra Tóth Sándor történész a Magyarság Tudományi Füzetekben megjelent alapvető fontosságú tanulmányában felhívja a figyelmet a pozsonyi magyar diadal történelmünk legnagyobb győztes csatái közé tartozik. Mégsem őrizte meg méltó módon a magyar történelmi emlékezet. Sajnálatos, hogy mind múltbéli, mind jelenbéli historikusaink szinte említés nélkül hagyják. Pedig mai szóhasználattal élve, a geopolitikai jelentőségénél fogva, a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb eseménye, legnagyobb diadala volt. Gondoljuk végig, hogy földrajzilag mit jelentett ez. Nem csak, hogy ez a győzelem biztosította Árpád fejedelemségének a Kárpát-medence teljes birtokba vételét, hanem ezzel a fejedelemség nyugati határa, a mai Ausztria és Magyarország határa lévő ENSZ folyóig tolódott ki, és a csatát követően itt jelölték ki az ország nyugati határát, pontosabban a gyepüt, ami akkoriban egy széles, lakatlan hatásság volt. A pozsonyi diadallal Árpád megmutatta, hogy képes határait bármilyen komoly támadó ellen is megvédelmezni. Tudatosította a szomszédos népekkel, hogy a Kárpát-medence jogos örökösei lettünk és maradunk. Több mint 1100 év táblatából meggyőző írásos emlékek nélkül ma már nem is lehet 100%-os biztonsággal kideríteni, hogyan zajlott le a csata valójában. A pontos hadi eseményekről annak jelentősége ellenére kevés forrással rendelkezünk, kizárólag német évkönyvek és a küzdelem során elesett előkelőségek nekrológiai alapján tudunk valamelyest rekonstruálni az eseményeket. De az biztos, hogy Ludwig célja pozsony bevétele volt, amit a Duna két partján előre nyomulva Cserel akart végrehajtani. A hadjárat későbbi szakaszában aztán valószínűleg a Dunántúl többi várát akarta elfoglalni. Így jelenlegi ismereteink szerint nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a 97-es esztendőben lezajlott a magyar honfoglalás lezárás jelentő csatát, melyel a magyarok véglegesen letelepedhettek a Kárpát-medencében, minden bizonnyal Pozsony környékén vívták. Okvetlenül szólnunk kell róla, hogy a pozsonyi csata a Kárpát-medencében hazára lelő magyarság korai történetének első olyan hadi eseménye, amely a maga teljes nagyszerűségében mutatja meg Árpád fejedelem korszerű hadászatának fontos elemeit. Úgy, mint a katonai felderítő tevékenység, a békében fegyverben tartott csapatok bevethetősége, a haderő mozgósításának kérdése, a gyepű elvének rendeltetése és tagozódása, a határvédelem és a könnyűlovas csapatok alkalmazása, az élelem és hadi eszközök utánpótlás biztosítása. Árpád zseniális katonai stratégiájának bizonyítéka a csata kimenetele, amely egyértelműen bizonyítja, hogy őseinket nem érte váratlanul a bajorok támadása. Árpád gyepű őrzői még idejében tudatták a nagysereg készülődését, így a magyar hadvezetés időben értesült a szokatlanul nagy csapatmozgásokról, a hajóval felszereléséről, valamint felderítették az északi seregek gyülekezését is. Árpád taktikája az volt, hogy a számbeli túlerében lévő, de megosztott ellenség ne egyesülhessen egy döntő csapásmérésre. Napjainkban különös jelentőséggel bír Árpád előrelátása. Az, hogy tudta, hogy a magyarok fejedelemsége csak úgy védheti meg a területét, ha egy megsemmisítő csapással messzeűzi a külső támadókat. Hiába mozgósítottak tehát, ha őszinték akarunk lenni, akkor nem éppen keresztényekhez illő elmondattal ugrosz elimiandos esze, a magyarok kiirtassanak. Ennek ellenére a félelmetes haderőt a német világi uralkodók és egyházi fejedelmek a pozsonyi csatában a bajor hadsereg teljesen megsemmisült. Tisztelt ünneplő és emlékező közösség! Ahogy mondandómban már utaltam rá, a pozsonyi diadal hadtörténeti jelentőségére való emlékezésen túl van még egy fontos, nagyon-nagyon fontos üzenete a mai ünnepi alkalomnak. Mégpedig az, hogy hozzájárul az eltagadott, elfeledett, hiteles nemzeti történelemszemlélet helyreállításához. A már említett Tóth Sándor történész lényegre törő megállapítását a következőkben idézem. Miközben vesztes csatáinkat hosszasan taglalja, aközben a győztes ütközeteinket elfelejti méltatni érdemleges módon a magyar történelmi történetírás. Az örökös vesztes nemzeti eszméjét emeli ki, mint egy bűntudatot táplálva bennünk, még a győztes csatáink kapcsán is. Kedves farádiak! A pozsonyi csata egyértelmű, maradéktalan és hatalmas jelentőségű magyar diadal volt. Történelmünk egyik legnagyobb sikere. Fontossága úgy érthető meg igazán, ha belegondolunk, Európa országai a pozsonyi csata után törődtek bele abba, hogy a kontinensen egy új, önálló és egy erős államalakulat jön majd létre magyar fejedelemség néven. Ez a csata zárta le a honfoglalást, és tette népünket Európa szerves részévé. Ezzel az ütközettel bizonyítottuk be, hogy elég erővel rendelkezünk ahhoz, hogy Európa új népeként tartósan megmaradjunk a kontinens középső szegmensében. Ideje lenne helyén kezelnünk ezt a csatát, és végre méltó módon megemlékeznünk róla. Önök büszkék lehetnek arra, hogy már most évről évre emlékezhetnek a szobornál a diadalra és Árpád fejedelemre. Illesse hát köszönet és hála Farád polgármesterét és képviselőtestületét, hogy támogatták és segítették a szobor elkészültét, felállítását,
a nemzeti történelmi emlékezet dicső múltunk megőrzésére. Őrizzék közösen, és adják tovább a következő nemzedéknek dicső történelmi múltunkat. Isten óvja és áldja a magyarságot, és önöket, kedves farádiak! Megköszönöm a gondolataikat, vagy gondolataidat. Az ember elgondolkodik ilyenkor, hogy mi minden az, ami kimaradt még életünkből. Hát ez egy olyan dolog, amit utána kell nézni mindenféleképpen. Tehát mi most azért vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nekünk ilyen is van. Ez az esemény résztvevő is, mi voltunk, őseink. Nagyon fontos, hogy a gyermekeink már úgy nőjenek fel, hogy erről a történetről is, és még néhányról is tudni fognak. Annyit szeretnék még hozzátenni az elhangzottakhoz, hogy a mester itt van köztünk, aki alkotta ebből a römből ezt a szobrot. Elmondása szerint az ő nagyanyja festészettel foglalkozott, és elég komoly szinten, de mivel ő nem hölgy lett, hanem fiú, így a faparagás maradt neki a éneken keresztül, gondolom én. Úgyhogy a jó Isten áldja még ügyes kezét, és még sok ilyet csináljon nekünk. Köszönjük szépen! A szoboravaton a bogyoszlói férfi dalkör énekelt.